Jobban haladunk, mint gondoltam. Jobban haladunk, mint gondoltam. Jobban haladok, mint gondoltam. Oké. Ez meg a Cherry Popper környékén van. Nagyon jó. Elrepültem fölötte. Nem baj, még az üzemanyagom. Igen, meg tudom beszélni talán majd egy idő után. Az üzemanyagom fele. Baszki, miért estem így? Ilyen... Nagyon. Ott van az Versace Estate. Ne! A büdös istenit, a büdös picsába. Ennél szarabb helyre nem is landolhattam volna. Well... Fuck! És fuck! Jó, most mentettem, ugye? Picsába. Vannak problémáim, komolyan, ha lett volna, lenne zene, akkor minden jó lenne. Akkor minden jó lenne, kezdhetem előre. Ezt nem akarom megnézni. Dildo-dodo, nagyon fasza, dildo-dodo, igen. Ó, baszki, ilyen egy szart, ez hihetetlen. Már csak egy volt hátra szerintem, mint hogy csak egy lett volna már csak hátra. Up, W to accelerate, left, és faszom tudja, hogy mi volt. Na mindegy. Mennyi van? 6 darab ilyen kék szar. 6 darab ilyen kék szar van, és... Hát ez hihetetlen, már csak egy volt hátra szerintem. Szerintem már csak egy volt hátra. És... Elbasztam. És kezdhettem előről az egészet, ez félmetes, és megint olyan szar, még ilyen szar az irányítás ennek a szarnak, ez egy rakás szar! Félmetes! Ó, baszki! Még szerencse, hogy a GTA 3-ban nem voltak ilyen repülős küldetések, mert azzal a dodóval én soha nem tudtam repülni. Max ilyen 2 másodpercet, vagy 3-at, de az azt hiszem kicsit nehezebb repülni azzal, mint ezzel a szarral. Na jó, fuck. Vannak problémák. Az a lényeg, hogy kibekkeltem azt az épülettel való ütközést. Az csúnyábban is végződhetett volna. Jó, szépen... fuck! Rá akartam fordulni szépen. De nem jött össze. Oh yeah! Hát haladhatnánk jobban is, mert most már végezhettem is volna ezzel a küldetéssel, hogy ha ott nem landolok a Cherry Popper tetejére, vagy fogalmas, azt hiszem oda landoltam. Kibaszás. Hát bazd meg, ez hihetetlen. Hol ez a szar? Hát nem itt, de majdnem megint elbasztam. Na jó, ne legyek türelmetlen! Ez az a hely, ahonnét a lenszet kellett kiszabadítani, akkor ez nem Phil volt. Phil Cassidy, ha jól rémlik az a neve. Megpróbálok türelmesen közlekedni, mert furcsa, hogy közben renderelnek be ide a... közben tűnnek be a pálmafák. Jaj. Oké, idáig eljutottam az előbb is. Most itt keresztül itt a kifutópálya fölött. Aztán a Boatyardhoz, Viceport. Azt hittem, hogy Vice Point, de azt hiszem van Vice Point is, de ez Viceport.
Oké, eddig eljutottam, most szórjuk a vízbe a papírokat, nem baj. Talán attól még teljesíteni fogom a küldetést. Kibaszás, ez kibaszás! Megpróbálom nem durván elkapni itt a gépet. Jó. Várjunk. Határozottan várjunk. Nem ezzel kezdtem az előbb? Az előbb, nem ez? Nem, biztos, hogy nem. Úristen! Komolyan belém szorult a szó, meg a lélegzet, meg... hát jó, ez megint egy elég meleg helyzet volt. Nem tudom, miért csinálom magamnak ilyen nehézzé a dolgot. Amúgy is egy rakás szó. Hova kell itt menni? Hova kell menni? Úristen! Na jó, itt nem tudok átmenni így, úgyhogy... Komolyan, miért nem tudok magasabbra is repülni? Én ezt nem értem. Nem baj, még a fél tank üzemanyag megvan. Úgyhogy... Türelmesen, szépen, nyugodtan menjünk magasabbra, nem tudok magasabbra menni. Remélem, hogy légy szíves, játék! Ó, köszönöm szépen! Másodikra sikerült. El sem hiszem. Ott egy léghajó még mindig fönt, most tűnt ki a képből, és én most megyek menteni ide a filmstúdióhoz azonnal. Frame drop! Már a GTA is frame droppol, ez hihetetlen. És ide olyan faszátlan dolog, hogy... Első szemű landolás. Köszönöm szépen. Tomi, miért te szálltál ki? Ég már az a szar? Nem ég még, akkor belementek ide a... Mielőtt fölégne. Fölégne, fölgyulladna. Ég már? Nem, még nem ég. Miért nem ég? Égjé, bazd meg! Ég! Jó, ez az! Remek! És akkor menjünk, nézzük meg Steve-et megint, aki igen, nagyon... Marthas magsat. Szóval nézzük meg Steve-et a kezelőbb, igen, megpróbálta Candy-t. After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then I don't give a crap about that! Just keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yeah. Tommy Faye. Yeah. Was that part of the, or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Okay, so well, yeah. Press Del Arbit Target, yeah, okay. Megvan. És page up, wheel, mouse wheel, tudok olvasni. Nem lökör left mouse button. Oké. Okay. Ott egy limuzin, benül a faszi, és Candy pedig... Itt sétál, a tangás segét sikerült megnéznünk. És ez itt meg valami. Ez itt az A stage. És akkor azt gondolom a C. Ja. Na jó, beszállok ebbe a... Valamilyen helikopter, fogalmam sincs, hogy milyen. És követjük a... limuzint, ami... ebben ez a... Alex Shrub, vagy mi a neve, faszihoz... igyekszik, mert Candyvel fog nem tudom mit csinálni. Valamit.
És ha minden igaz, ez a küldetés eléggé szar, de ha minden igaz, van egy jó módszer arra, hogy kevésbé legyen szar. És a 74 pancélom talán elég lesz. Talán elég lesz. Kicsit próbálok lelassítani, mert kicsit kurva gyorsan megyek. És... az Air America című film jut eszembe erről egy kicsit. Most így Tommy bennül a helikopterban jól. És megy itten a... egyitten a forgalom fölött elég alacsonyan. Amiért csoda, hogy a zsaruk nem akarnak baszakodni. De nem baj. Fuck! Bazzeg! Hát ez kicsit alacsonyra sikerült mennem, és ezt a villanyoszlopot sikerült helibe cuppantanom. Sajnos, de ezek a palmfak, ezek igen kurva jók akkor is. Akkor is kurva jó hangulat van ennek a szarjátéknak. Igen, fasza. Na, meddem... hogyan, mit csinálok? Limuzinnal a csávó, baszki! Mit csinált? Előzött valakit, de hogyan? De hogyan? Ide értünk, jó. És közben megy a háttérbe hallani a helikopteremet. Remélem, hogy nem akar lezuhanni közben. És igen, itt van Alex Shrub, oké. A medencében találkoznak, oké. Hey. És cipőbe besétál a medencébe, Candy, oké. Szóval ez az Alex Shrub, nem tudom, nem szeretném kommentálni a gondolataimat, de jó! Szóval szereti, ha női néven hívják. Előfordul. Hova a faszomba megyek? Hova megyek vajon? Nem tudom. Talán ma még kitalálom. Szóval elvileg, ha valahol itt jó lesz. Itt, ha valahol itt van hagyva elvileg a homokban, talán itt marad ez a szar helikopter, mert a meneküléshez nekem szükségem lesz rá. Szükségem lesz erre a helikopterre a meneküléshez, mivel ezután eléggé a seggemben lesznek a, hát a rendőrök, nem tudom, a 4 vagy 5-ös lesz a körözettségi szint, úgy emlékszem. 4-es vagy 5-ös. Oké. És, harisnya és magas sarkú? Oké. Martha, someone's watching. How kinky. Oké. Szóval beköptél Candy, bazd meg! És már itt is vannak, és 5-ös a körözettségi szintem, és FBI, hát baszki! Oké, itt figyelni kell, várjunk, nem is előkapom inkább az M4-est, azt hiszem M4-es, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem M4-es. Fáj a térdem, apcsába. És hol vannak? Hallom, hogy lőnek, de nincsenek is itt. Suspectum fut, honnét tudod, baszki, nem is látsz. Lelövöm a fejed. Na, baszki. A láthatatlan szar megvédi ezt a csávót. Nem baj. Tessék, ott már nem volt a láthatatlan szar védő izéd, mi?